Nincs olyan család, ahol ne a legfontosabb a gyermek lenne, a jövő. És a város jövője az egészséges, okos, gondolkodó gyerekeké. És nem olyan gyerekeké, akik mondjuk a tévé előtt nőnek föl, és csak azzal foglalkoznak, hanem mozognak, sportolnak, nézik a tévét, számítógépeznek, de sportolnak. Most a téli időszak a sportban a legszegényebb időszak, ugye hideg van, nem szívesen mozdulunk ki, viszont egy kellemes téli sport miatt, mint például a korcsolyázás, jégpálya, azért nagyon szívesen. Innen jött az ötlet. Jó volt a szándék, mi szerettünk volna az óvodásainknak, iskolásainknak minél több lehetőséget teremteni. A másik dolog pedig, hogy hát meg kell nézni, hogy nagymama, nagypapa, anya, apa, a gyerekek együtt kijönnek és jól érzik magukat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó program. Yeah.